feltehetően emberi maradványokat emeltek ki az összeroppant titán merülő hajóval együtt. A roncsokat új szállították, közben a merülést lebonyolító cég az Ocean Gate továbbra is hirdeti a túráit. Azzal kecsegtetik a jelentkezőket, hogy 250 ezer dollárért felfedezőkké válhatnak. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Az Egyesült Államok parti őrsége jelentette be, hogy kiemelték a titán merülő hajó roncsait a titanik mellől, amely között feltehetően emberi maradványokra is bukkantak. Ezeket most hajón fogják az Egyesült Államokba szállítani, ahol vizsgálatoknak és elemzésnek vetik alá azokat. Mint ismeretes, a Titán június 19-én öt emberrel a fedélzetén merült le a Titanic roncsához, de a tenger alatt járónak nevezett járművel kevesebb, mint két óra után megszagadt a kapcsolat. Ekkor mintegy 3300 méter mélyen lehettek, csupán 500 méterrel a Titanic roncsai felett. Korábbi podcast adásunkban részletesen is beszámoltunk arról, hogy az amerikai haditengerészet szinte azonnal megfigyelésbe kezdett, ahogyan megszűnt a merülő hajóval a kapcsolat. Sőt, az összeroppanásra utaló hangjelzéseket is észleltek, mégsem tájékoztatták erről a nyilvánosságot, így komoly pénzekbe kerülő nagyszabású mentőakciót hajtottak végre a hatóságok abban a hitben, hogy a titán utasai még életben lehetnek az óceán fenekén, csapdába esve. Utóbb a szakértők már azt nyanítják, hogy a jármű utasai egy pillanat alatt szörnyet hallhattak az összeroppanás következtében. Az egész tragédiának ráadásul különleges családi drámája is van. Mivel az öt utasból kettő egy pakisztáni milliárdos és annak fia volt. A 19 éves fiú állítólag rettegett a merüléstől, ám édesapja kívánságára, aki viszont a Titanic történetének szerelmese volt, belement a rendkívüli merülésbe. És ha már ott volt, egy világrekordot is beállított volna Szulemán Davud, ő akart lenni az első, aki kirakja a Rubik kockát 3700 méterrel a tengerfelszín alatt. A BBC interjút is készített a Pakisztán leggazdagabb emberének tartott vállalkozó feleségével, a fiú édesanyjával, aki elmondta, hogy a lányával együtt a tenger alatt járó támogató hajón volt, amikor elveszítették a kapcsolatot a családdal. A drámát az fokozta, hogy a eredeti tervek szerint ő is a férje merültek volna a Titanic roncsaihoz, de akkor az expedíciót keresztül húzta a koronavírus járvány. Ezért a lehetőséget inkább átengedte a fiának. rajtuk kívül egyébként még az Ocean Gate 61 éves vezérigazgatója, egy 58 éves brit üzletember, és egy 77 éves Titanic kutató volt a járműben. Úgy tűnik azonban, hogy nem mindegyik családtag izgult a végig az eseményeket. A milliárdos Hamis Harding fia például a hírek szerint egy Blink-182 koncerten bulizott annak ellenére, hogy már érkeztek a hírek, hogy az apja bajba jutott a Titanic fedélzetén. A brit fiatal a közösségi oldalon posztolta a koncertről készült képet, amit azóta a rengeteg kritika miatt törölt. A poszthoz eredetileg azt írta, hogy a mostoha apja az eltűnt tenger járón van, és ugyan le van ettől döbbenve, de most inkább szándiogóba megy a koncertre, hogy az felvidítsa. Szerinte a zene segít a nehéz időkben, bár lehet, hogy guztustalan ilyen helyzetben koncerten lenni. Érdekes fejlemény az is, hogy az egyik legismertebb youtubert Mr. beast is meghívták erre a tragikus tenger alatt járó túrára, a világhírű videós szerint ijesztő belegondolni, hogy akár ő is rajta lehetett volna az összeroppant merülő hajó. Az üzemeltető cég elég komoly botrányt robbantott ki a tragédia után azzal, hogy továbbra is hirdeti a túráit azzal az ígérettel, hogy lehetőséget kínálnak a leendő utasoknak, hogy kilépjenek a mindennapi életükből, és felfedezzenek valami igazán lenyűgözőt. A jelentkezőket azzal kecsöktetik, hogy 250 ezer dollárért, felfedezőkké válhatnak. De botrányt keltett a Netflix is, a streaming szolgáltató alig néhány nappal a tragédiát követően bejelentette, hogy visszateszi a kínálatába a Titanic című filmet. A döntéshozók véletően arra alapoztak, hogy üzleti szempontból ez egy jó döntés, hiszen sokan meg fogják nézni a hírek miatt az évtizedekkel ezelőtt készült nagy sikerű filmet. Hírek szerint legalább két évbe telik majd, mire sikerül lezárni a vizsgálatot a titán tragédiájával kapcsolatban. A roncsok elemzését nehezíti az, hogy nincs a merülőhajón fekete doboz, így nem lehet rekonstruálni a történteket. Elsősorban olyan repedések nyomát keresik majd, amelyek jelezhetik, hogy hol történhetett az összeroppanást kiváltó sérülés. Szintén nehezíti a munkát, hogy a titán lényegében darabokra esett a vaksötét tengerfenéken azokat távvezérelt eszközökkel próbálják meg összenyűjteni. Érdekes bejegyzést tett közzé a titán tragédiájával kapcsolatban a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár Nagy János. Szerinte az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy minden felett állnak, minden a hatalmukban áll, sőt, még az Istennél is okosabbak. Úgy fogalmazott, hogy a titán és a titanik hasonlít abban, hogy elsőjeszthetetlennek mondták, és felhangon hirdették, hogy még maga az Isten sem lehet, képes elsüllyeszteni azokat. Nagy János szerint a titán merülő hajó, talán még a nevével is Istent akarta kísérteni, magát mindenhatónak mondta, a természetet akarta legyőzni. A technika egyre nagyobb ívű vívmányaival egyre többet és többet akarunk. A magasságot és mélységet is akarjuk, ahogyan az ószövetségi bábeltornya tornya történetében az ember bűnös törekvése, hogy ne ismerje Istent, az ég és maga is olyanná akarjon válni, mint alkotója, fogalmazott a posztban. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most olvashatnak a szombati Wagner felkelés hátteréről, okairól és részleteiről, valamint interjút készítettünk a Fox News ismert műsorvezetőjével, Sarah Carterrel, az Egyesült Államokban történő rendkívüli eseményekről. Ingatlan piaci szakértőkvel vettük végig, hogyan változnak a családtámogatási lehetőségek, valamint kiderül a lapszámunkból az is, hogy miért utazik olyan sok keresztény zarándok most a Arábiába. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu perelőfizetés oldalon. Talán nem tudják, de a Facebook pár hónapja teljes törléssel fenyegette meg a heteket egy teljesen ártalmatlan választási sajtótájékoztatóról szóló MTI tudósítás közlése miatt. Habár próbáltunk fellebezni a döntés ellen, panaszt tenni, sőt, lényegében mindent megtettünk, amit csak lehet, nem sikerült feloldanunk az oldalunkra vonatkozó abszolút megjelenés korlátozást. Éppen ezért egy új alternatív oldal indítása mellett döntöttünk. Ha szeretné követni tartalmainkat a Facebookon is, kérjük kövessen minket a leírásban található linken. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megteheti a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Köszönünk előre is minden felajánlást, vigyázzanak magukra!